A vízi komplexum 2002-ben nyitott. A jótékonysági rendezvény ugyanekkora múltra tekint vissza. A polgármester kiemelte, mivel ennek szervezésében kezdettől részt vesz, személyes tapasztalata, hogy a program nem csak a kedvezményezettek, a segítők számára is örömteli. Úgy érzem, azoknak is jót teszünk, akiket bevonjuk ebbe, akár szervezőként, akár a főzőcsapatok tagjaiként, akár látogatóként, vásárlóként, vagy éppen támogató cégként, mert valóban nem egy elcsépelt dolog azt mondani, hogy jót cselekedni jó dolog. Hasonlóképpen vélekedett az eseményen résztvevő Víg László országgyűlési képviselő. Emellett megköszönte az Aqua City dolgozóinak, hogy tiszta, rendezett körülmények fogadták, az egy-egy átlagos hétvégi nap 2000-es forgalmához képest is kiemelkedő, jótékonysági nap mintegy 5000 résztvevőjét. Böcskei Zsolt a helyszínt biztosító létesítmény vezetőjeként úgy nyilatkozott az érdemmunkatársaié. Leginkább a kollégáknak szól a dicséret, hisz ők tettek ezért rengeteget. Nagyon sokat készültek és dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény így zökkenőmentesen le tudjon menni. A Magyar Vöröskereszt Zala vármegyei szervezetének igazgatója különleges évfordulóra hívta fel a figyelmet. Zalaegerszeg önkormányzata ugyanis éppen 30 évvel ezelőtt, 1994-ben kötött szerződéses megállapodást arról, hogy a város kötelező feladatát, a hajléktalan ellátást, illetve a családok átmeneti otthonának működtetését a Vörös Kereszt Zalai szervezete végzi. Ez a koronája, ez a jótékonysági rendezvény ennek az egésznek, hogy igenis az emberekben van jó szándék, van akarat, és van segítő szándék. Tehát az, hogy mindenki elment, és tudta, hogy mire gyűjtünk, és tudta, hogy ez biztos, hogy oda is fog kerülni, és ez fölkarolta, a város fölkarolta az intézmény. A családok átmeneti otthonában jelenleg 40-en élnek. A befolyt összegből a szobák szépülnek meg, amire egy évtizeden nem volt forrás. Az intézmény lakószobáinak felújítását tervezzük, teljes körű felújításra törekszünk, ami jelenti a padozatcserét, falak festését, ágyak, szekrények beszerzését. Alig néhány nap múlva folytatódik a jótékonysági rendezvények sora. E hét szombaton várja a látogatókat a Vadpörkölt és Borfesztivál Zalaegerszegen.